Kiváló tisztelettel köszöntelek, Berkics Miklós vagyok, és nagy valószínűség szerint már regisztrált tagja vagy a Forever vállalatnak, és kipróbáltad talán már az első termékeket is, hogy minél sikeresebb üzletépítésed legyen, ezért szeretnénk neked egy igazi gyors startot, egy rakéta startot adni a következő fél órában. Nos, ismétlésként nézzük át, hogy ki is a Forever vállalat. Ugye közel 40 éve működő magánkézben levő cég vagyunk, közel 160 országban működünk, hitelmentesek vagyunk, készpénzben gazdagok, ez ugye a havi kifizetéseknél, a jutalékoknál nagyon fontos dolog lesz, nagyon nagy forgalmat bonyolítunk, közel 3 milliárd dollár per év, évről évre növekedünk, itt Magyarországon, a régióban, Európában kétszámjegyű növekedés, és az egész világon. A világ legnagyobb aloe vera termesztője, feldolgozója és forgalmazója vagyunk. Vertikális integrációban miénk egészen a termék alap ötletétől a fejlesztés, az alapanyagtermesztés, feldolgozás, előállítás, csomagolás, szállítmányozás, értékesítés, minden egy kézben van, tehát a gépezetbe nem kerülhet homokszem. Nos, nézzük meg, hogy az eddigi életedben a hagyományos munkahelyen hogyan történtek a dolgok, hiszen 30 nap munka után megkaptad a fizetésedet, ami időarányos volt, fix, meghatározott, kialkudott bérezés, fix, meghatározott bérezés, nem túl gyakori fizetés emeléssel, és bizony a munkahelyi légkör, a bizonytalanság, a megszűnő munkahelyek rányomják a bélyeget a hangulatra, a nyugdíj mértéke bizonytalan, és ha nem saját cégednél dolgoztál, és nem a saját vállalatodat irányítod, nem a saját céljaiért dolgozol. A munkaidő 8 óra munka, 8 óra pihenés, tehát nem rugalmas. A fejlődésre és az előrelépésre én nem tudom, milyen lehetőség van, de tapasztalataim alapján nem túl sok, mindig más irányít. És szabadság? Hát szabadságra akkor megyünk, akkor mentél, amikor elengedtek. Nem kényelem az összehasonlítás, de a Forever csapat marketingje egészen másképp néz ki. Az idő a legértékesebb dolog az életedben, megismételhetetlen, egyszerű dolog, ezért használd az idődet saját jövőd építésére. Nálunk a csapat marketingben nincs kereseti felső határ, senki nem szabhat a bevételeidnek felső határt. Hosszú távú, kiszámítható és biztonságosak vagyunk. Fontos, hogy van passzív jövedelem, jogdíjtípusú bevételeket kínál a Forever vállalat. Megtalálhatod a munkában az egyensúlyt a magánéleted és az elvégzett munka között. Siker, elismerés, fejlődés, hiszen a siker nem csak pénzben mérhető. Rugalmas lesz az időbeosztás, te döntöd el, mellékállásban, főállásban, karrierszerűen szeretnéd a lehetőséget, csodálatos elismerő programok, mint például a Chairman's Bonus, égkövek koronája a marketing rendszerünknek, és kire szeretne egy új autót, amit a Forever finanszíroz, és bejárni az egész világot, utazási lehetőségek a Forever cégnél. És ami a legfontosabb, jó hangulat és kiváló kapcsolatokra tehet szert. Nos, kezdjük el! Egészen biztos, hogy szükséged lesz nyomtatott jelentkezési lapokra, regisztrációs űrlapokra. Szerezd be a Forever cég központjaiban. Tanulj meg online regisztrálni, hiszen a világ az internet segítségével kitárult, a világ 160 országában tudsz újabb üzleti partnereket is és fogyasztókat regisztrálni. Nálunk Magyarországon céggel is lehet regisztrálni a vállalatnak és a vállalkozóknak, az információt szerezd meg ezzel kapcsolatban. Nos, lesznek új fogalmak és új dolgok, amiket meg kell tanulnunk itt a munkánk elején. Ilyen lesz például a pontérték. A pontérték a Forever belső globális valutája. Egy pontérték az nettó 155-160 euró magasságában, forintszorzó, áfa függő, de minden egyes terméknek van saját pontértéke. Például vegyük a Forever két legikonikusabb termékét, az Aloe First-öt, ami 0,089, vagy az Aloe Vera Gelt, ami 0,114 pontérték, vagy pedig a legideálisabb üzletépítő eszközünk, a Touch of Forever egységcsomag, ami 2 pont értékű. Nos hát, ha megvan már a Foreverös vásárlói kódod, egy 12 számjegyből álló
számjegy, egy virtuális képzeletbeli vevőkártyán pontértékeket fogsz összegyűjteni a saját vásárlásaid, illetve majd a későbbiekben hozzád kapcsolódó törzsvásárlók és üzleti partnereknek a vásárlása után, ezeknek a pontértékeknek az összegyűjtésével hónapról hónapra, illetve két egymás követő hónap elmúlásával magasabb és magasabb bevételi szintekre jutsz vállalatnál. A négy pont ereje a Forever világában megtanítunk téged hónapról hónapra, hogyan használd azt az erőt, amit a marketing rendszerünk a négy pont erejének tanúsít, használd, ajáld, mutasd. Nézzük is meg, hogy miből van a pénz. Hol van a pénz? Neked jövedelmed pénzed lesz minden egyes új regisztrált vásárlód után, illetve a már meglevő vásárlói kör vásárlásai, ismétlődő folyamatos vásárlásai után újra, újra és újra bevételed lesz. Illetve azok, akik üzleti csomaggal lépnek be a vállalkozásodba, kétpontos csomaggal, ő utánuk is pénzt fogsz majd keresni. Nézzük tovább, hogy a kétpontos szint után mi fog történni. Két egymás követő hónapban gyűjtsél össze saját vásárlásaiddal, törzsvásárlóiddal, illetve üzleti csoportjaiddal, asszisztens szupervázori csoportjaiddal legalább 25 pontértéket. Mi lesz itt a jövedelem? Saját vásárlásaid után 8% kedvezményben részesülsz, minden egyes törzsvásárlód vásárlása után szintén megkapod a bevételeket, és minden az alsó hálózatodból fejlődött asszisztens szupervázor vásárlása után, forgalma után 3% különbözetet ír jóvá a Forever vállalat. Nézzünk tovább, asszisztent menedzseri cím. 75 pontérték két egymás követő hónapban. Ez a forgalom összeadódhat saját vásárlásból, a törzsvásárlók vásárlásából, illetve az alsó házatodnak a vásárlásából. Nézzük meg, saját vásárlásaid után már 13% kedvezményben részesülsz, törzsvásárlóid fogyasztása után szintén megkapod a jutalékot, és az alsó házatodban felnövő supervisory csoportok forgalmából 5%-ot, az asszisztent supervisorok csoportjából pedig 8% különbözeti jóváírást eszközöl a cég hónapról hónapra. Miből van a pénz? Nézzük csak. Legyen első rövid távú célod a menedzseri szint elérése. 120 pontérték két egymás követő hónapban. Nézzük csak. Hogyan is alakul a bevételed? Saját vásárlásaid után 18% kedvezményben részesülsz, a törzsvásárlói csoportod után szintén megkapod a kifizetéseidet, és az alsó hálózatodból fejlődő asszisztent menedzseri csoportok után 5% kifizetés, a felfejlődő szupervázori csoportok forgalmából 10% kifizetést kapsz, illetve az asszisztent szupervázori csoportok forgalmából 13% jóváírást eszközöl a Forever vállalat. Szeretném itt megjegyezni, hogy bármely üzleti kifizetési szintet, ha egyszer elérted, forgalmaddal és alsóhálózatoddal együtt, ezt a szintet soha nem veszíted el, örökös, visszavonhatatlan. Sőt, azt hiszem, ez az a pillanat, amikor el kell mondanom, hogy a Forever vállalat minden kifizetést az alsóhálózat forgalma után a mindenkori örökös kiskereskedelmi érték alapján eszközli a részedre. De itt még nincsen vége a bevételi lehetőségeknek, nézzük tovább, hogyan alakulnak a jogdíj típusú bevételek. Miután te elérted a legmagasabb 18% kifizetésre jogosító szintet és menedzser lettél, az alsó hálózatodból pedig újabb menedzserek fognak felfejlődni a 18%-os szintre, az első feltörekvő 18%-os csoport forgalma után 6%-ot, ha ebből a csoportból egy újabb felnövekedő csoport fejlődik ki második generációból, te 3%-ot, és ha ebből a csoportból is felfejlődik egy igazgatói csoport, harmadik generációból te 2%-os jóváírást fogsz kapni. Ezt nevezzük mi jogdíj típusú bevételnek. Nézzük csak azt, mi lesz, hogyha kettő ilyen igazgatói csoportot fejlesztünk föl az üzleti vállalkozásodban, megduplázódik a jövedelmed, ez lehet egy harmadik, negyedik, ötödik, ez a soaring manager, ezt egészen 9 igazgatói csoportig el lehet vinni, 17 igazgatói csoportig el lehet vinni, sőt, globálisan akár 25 csoportig el lehet vinni a világban, ez a gyémántszint, és ismerkedj meg az égkő bónuszokkal, ami 3 alkalommal 3% extrát biztosít a részedre. Az első pillanattól számítva a menedzseri válástól részesülhetsz a Chairman's bónuszban, a részleteket kérdezd a csoportod vezetőjétől, a szponzor vonalból, hiszen egy kihagyhatatlan extra
pénz, extra ösztönző program, illetve extra juttatás még a Forever to Drive, az autó ösztönző program, amikor a Forever vállalat gépkocsi extra kifizetést biztosít neked, illetve a globális utazások, jelen pillanatban nálunk a Forever vállalatnál 3 ilyen utazóprogramon vehetsz részt. Az üzletépítésnek tudománya van. Meg kell tanulnunk az új szakmát, ki kell használnunk a 4 pont üzletépítő erejét, hogy vezetőként aztán jogosult legyél a csoportbónuszokra, hogy jogosult legyél az ösztönző programokra, hogy az autó törlesztését a Forever eszközölje a nemzetközi utazásokra, illetve a Chairman's bónuszra is aktivitást kell felmutatnunk, és a passzív bevételekre is. Nos hát, a 4 ponttól nem szabad megijedni. Miért pont 4 pont? Hát egy hónapban 4 hét van, ez azt jelenti heti 1 pont. Ha heti 1 pont, akkor ezt el kell osztani 7 napra, mert egy hónapban 4 hét van. Ezt szerint számításaim alapján, ha most a pontértékeket felidézem, ez naponta 1 aloe vera gél és 1 aloe lips forgalma. Tehát napi 1 gél, 1 lips. Ez hogy adódhat össze? Hát először is személyes fogyasztás. Ne felejtsük el, személyes fogyasztással legalább 1 pontértéket kell elérni. Ez lehet a saját, lehet a családod, lehet az édesanyád, lehet a gyermeked, lehet a nagymamád fogyasztása. A termékfogyasztók forgalma, tehát a kialakított törvásárlói kör fogyasztása is beleadódik ebbe a 4 pontba. Illetve ne felejtsük el, hogy nem csak vevőket keresünk, hanem Forever üzleti partnereket, és az üzleti partnereknek is az első 2 pontértéke ebben a 4 pontba fog majd beleadódni, hogy hónapról hónapra, évről évre fejleszed a vállalkozásodat, észre fogod venni, hogy a 4 pontból majd a későbbiekben 6 pont, 8 pont vagy akár 10 pont is lesz, és megy ez, mint a gyerekjáték. Nos, a személyes használatnak hihetetlen nagy ereje van üzletépítésben. Használj annyiféle terméket, amennyit csak lehetséges. Nem lehet parancsóra azt mondani, hogy higgy a termékekben, csak egyféleképpen alakulhat ki ez az érzés, ha használod, ha minél több terméket használsz. És ha használod a termékeket, és jók a tapasztalataid, akkor megosztod a barátokkal és az ismerősökkel ezt az érzést. Jobb közérzet, szebb kinézet. Én azt javaslom, a lehető leggyorsabban próbáld ki a C9-es programot, térj át a fitness programra, illetve a Vital 5-ös programra, és legyél ennek a termékcsoportnak a 2 lábon járó kirakata. A családodat kérd meg, támogassanak ebben. Ha a család partner és ha a család támogat téged a termékfogyasztásban, akkor még gyorsabban és még lendületesebben tudtok előrébb haladni. Én azt javaslom, hogy készíts felvételeket, készíts fotókat, rövid videókat, miközben reggel, napközben, az autóban, a munkahelyen, az irodában, ahogy használod a termékeket, ahogy körülveszed magadat, oszd meg ezeket a képekkel a barátaiddal és az ismerőseiddel. Nos, a termékeket és a marketing lehetőségeket be kell mutatnunk a barátainknak és az ismerőseinknek. Ennek többféle formája van. Ez lehet családi formában, valami termék bemutatóval összekötve, termékpróbával összekötve. Ez lehet akár az internet segítségével, online, Skype segítségével. Ez lehet akár 1:1-ben személyesen, vagy akár egy céges nagy bemutató formájában. Talán a leghatékonyabb a családi bemutató. Miért is? Mert egy időben a lehető legtöbb embernek tudjuk bemutatni eredményesen ezt a termékcsoportot. Reakciókra azonnal tudsz válaszolni. Lesz megrendelés, lesz üzlettárs ebből a bemutatóból. Nagyon fontos dolog, hogy gyakorolod és élvezni is fogod ezt a lehetőséget. A családi bemutató a leghatékonyabb és a legtökéletesebb üzletépítési eszköz. Fontos dolog, meg kell ismerned majd a tesztcsomagot. Mi ez a tesztcsomag? A tesztcsomaghoz a pontérték nélküli raktárakban találni fogsz majd megvásárolható egy egységes doboz, amit aztán feltöltünk. Különböző készítményekkel fontos, hogy ezek felbontott készítmények legyenek, gondosan megtisztított higiénikus készítmények, amivel néhány napra megkínálhatjuk az ismerőseinket, a barátainkat, hogy ők is terméktapasztalatokat szerezhessenek. Hogy hogyan működik ez a tesztcsomag, hogyan kell ezt az üzletépítési eszközt használni, ezzel kapcsolatban az OTS oldalunkon rövid, ismertető, tanító videót találsz. Keresd meg, kérlek! Nos hát,
beszélj az emberekkel. Előbb-utóbb önállóan kell végezned ezt a munkát, meg kell tanulnod kapcsolatot létesíteni, meg kell tanulnod egy hidat építeni az emberek felé. Mondd ki ezt a szót, hogy híd, és nézd bele a tükörbe. Látod? Mosolyogj. Mosolyogj az emberekre, a legrövidebb híd az emberek felé. Csak arról beszélj, amiről tudsz. A tapasztalataidról, a terméktapasztalataidról, a marketing tapasztalataidról hol tartasz, és mennyi pénzt keresel. Fontos dolog, hogy érezd jól magad, fontos dolog, lássák az emberek a változást rajtad, lássák rajtad a segítőkészséget, és mindig kérjél ajánlásokat. Milyen lehetőségek vannak még egyéb? Legyél kreatív, hiszen különböző társaságok, különböző klubok, nyaralások alkalmával már más szemüvegen keresztül nézel az emberekre. Ha eljársz egy edzőterembe, eddig csak edzőtársak voltak, most már potenciális fogyasztók, potenciális üzleti partnerek. Kismamák, hát a kismamák és a nagymamák a legjobb közösség a termékfogyasztók között és az üzletépítéshez. Nos hát, legyél kreatív, és keresd az egyéb lehetőségeket. Az üzletépítés folyamata egy valódi üzletépítési tudomány. Bízom benne, hogy már a kezedben van az első lépések a menedzseri válás útjára című kiadványunk, egy füzet. Ha nem, akkor szerezd be minél gyorsabban, vagy kérd meg az üzleti segítődet, hogy küldje át neked az internet segítségével. Nos hát, ebben az üzleti kiadványban fogsz majd találni egy olyan részt, hogy névlista írás. Az én kérésem, hogy 200 fős listát eszközöljél, töltsd ki a rovatokat, készíts belőle extra fénymásolatot, mindenkit írjál fel erre a listára, ne szelektáljál, csoportosítsad, legyenek hazai, legyenek külföldi listáid, hiszen az online hatalmas nagy erejével nagyon nagy nemzetközi üzletet fogsz építeni, aktuális legyen a listád, és tudod, a névlista az olyan, mint a családi ház, soha nincs kész. Mindig valamit alakítunk rajta, mindig valamit szépítünk, mindig valamit újítunk rajta, tehát folyamatosan gondozd és építsd a névlistádat. Miután kész ez a névlista, utána profilozzuk. Tehát az első csapat, akikkel kapcsolatban fogunk lépni, az első emberekről ír le mindent, amit tudsz. Minden egyes fontos részletet, ami úgymond nyomógombá válhat ennél az embernél, amivel megközelíthetjük. Gyermek, hobbi, utazás, kiegészítő kereset, jó társaság, szépség, sport, és még fokozhatnám az ötleteket. Nos hát, miután megvan a névlista, és miután profiloztuk, az üzletépítés folyamata kapcsolatfelvétel. Nos hát, azok az emberek, akikkel nap mint nap személyesen találkozol, természetesen személyesen invitáljuk meg egy találkozóra, egy családi bemutatóra, egy nyílt bemutatóra, vagy pedig egy szépségklinikára, egy testápolási bemutatóra. Telefonon, ne felejtsük el, telefonon nem információt adunk, hanem a telefon nem más, mint egy eszköz, ahol röviden érdeklődés felkeltéssel egybekötve időpontot és helyszínt egyeztetünk. Lehet SMS-ben egy frappáns, néhány mondatos SMS-sel eszközölni a meghívást. Manapság a Facebook és a közösségi médiák az egyik legszenzációsabb eszközei a meghívásnak, és minden további nélkül ez e-mailben, vagy akár egy rövid videó segítségével is lehetséges. Aztán mutassuk meg a lehetőséget. Első időszakban javaslom az üzleti segítőddel 2:1 formában, vagy akár későbbiekben tanuld meg minél gyorsabban a lehetőséget. Ha már önállóan képes vagy végezni az üzletépítést, a saját birtokodban van a dinamizmusa, az üzletépítésednek a fejlődése. Ezt az 1:1-et lehet akár személyesen, lehet Skype-on, a net segítségével, lehet használd ki a webkonferenciákat, egészen biztos, hogy a csoportodban lesznek webináriumok, használd ki a céges bemutatókat, a nyílt bemutatókat, a cégközpontban tartott nyilvános bemutatókat, és az online segítségével ragadj meg minden lehetőséget a termékek és az üzleti lehetőség bemutatására. Készülj föl, szükség lesz egy jó laptopra, vagy egy tablet készülékre, amivel prezentálni tudod a lehetőséget. Fontos, a prezentáció után lesznek kérdések. Tegyél fel te is kérdéseket, mi az, amit megértett a termék
vagy pedig a marketing lehetőség, ami fontosabb lenne az életében. Neki is lesznek kérdései, és a jelöltet kérdéseire válaszolj tudásodnak legjavával, készítsétek el a regisztrációt, és welcome home, Isten hozott a Forever nagy csapatában. Ettől a pillanattól kezdve fókusz a menedzseri szint, amilyen gyorsan csak lehet. Lehetőleg készítsünk egy tervet, az első 6 hónapban minél dinamikusabban a 4 pont erejével érjük el a menedzseri szintet. A tervezés a legfontosabb mérföldköve a menedzseri üzletednek. A 4 pont erejével akár az első hónapban elérheted a 12 pontot, hiszen 2 üzlettárs szponzorálásával, aki szintén 4-4 pontot teljesít a sajátoddal együtt, 2 egymás követő hónapban minden további nélkül már 25 pont, majd 75 pont, akár a 120 pontos szinttel a menedzseri szintre tudsz kvalifikálni. Az üzletépítés folyamata, a jelölteket meghívjuk, bemutatjuk neki a lehetőséget, vagy egy felvett videón, vagy a szponzor segítségével 2:1, vagy ha már önállóan dolgozol 1:1 segítségével, elhívod a családi bemutatóra, elhívod nyílt bemutatóra, gyertek el a sikernapra, hozz vendéget a sikernapra, és minden egyes képzésen vegyél részt, írd be a naptáradban. Vagyis a folyamat érdeklődőből termékfogyasztó, fogyasztókból lesznek a legjobb üzleti partnerek, az üzleti partnereinkből menedzserek lesznek, a menedzserekből vezető menedzserek, és a menedzserekből válnak majd későbbiekben idővel gyémántá. Fontos, hogy az eddigi gondolkodásodon változtatnod kell. Az alkalmazotti hozzáállás a csapat marketingben nem működik. Alakítsd ki a megfelelő gondolkodásmódodat a siker érdekében. Tanulj meg könnyed stílusban, egyszerűen, pozitívan kommunikálni. Legyél egyszerű és másolható. Törekedj arra, hogy tanuld meg jól meghívni az embereket. Tanulj meg másképp gondolkodni. Tanulj meg, hogy nincsenek korlátok a network marketingben. Tanulj meg eredményt hozni az üzlettársaidnak, mert a mi célunk is az, hogy minél gyorsabban sikeressé tegyünk, minél gyorsabban eredményeket tegyünk a te asztalodra is. Tanulj meg tervezni, és tanítsd meg a tervezést. És tudd, hogy a legfontosabb dolog az üzletépítésben a forgalom. A saját forgalmad és az üzleti partnereknek a forgalma. Tanuld meg az üzleti vállalkozásunkat. Fontos. Legyél következetes és rendszeres. Minden héten, kivétel nélkül folyamatosan szervezetek családi bemutatókat, szervezetek webináriumokat, 2:1, 1:1-es bemutatókat, szépségklinikákat, termékbemutatókat, testápolási bemutatókat. Legyen egy terv, és ezt a tervet kövesd. Tudod, mint a GPS. Tervez, újra tervez. A cél nem változik, a tervet folyamatosan változtatni kell, de kövesd az útvonaladat. Tanulj! Kérj könyveket, kérj videókat, kérj hanganyagokat, kérj mindenféle szakmai forrást, hogy a lehető legjobb tudást szerezd meg a network marketinggel. Legyél ott minden rendezvényen. Ahol a szponzorod, ahol a felső vonalad, ott legyél te is, a csapatod és az alsó vonalad. Ne felejtsd el, gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj. Amint szokásoddá válik a megfelelő gondolkodásmód és a szorgalmas munka, a siker nem maradhat el. Találd meg a miértedet. Ha megvan a miért, az OTS adja a hogyant. Mi az, ami téged motivál? Mi az, ami inspirál? Mi az, amiért érdemes reggel fölébredned, amiért plusz munkát, időt érdemes befektetni az életedbe? Látod magad valahol 3-5 év múlva? Hogyan képzeled el egy tökéletes napodat? Mi az, amit hajlandó vagy megtenni azért, hogy az álmaidat valóra váltsd? Vizualizáld, képzeld el jövődet. És mik a következő lépések? Nos, szerezd meg a belépőjegyet a következő sikernapra, és minél több vendéggel vegyél részt a következő üzleti találkozón. Fontos, az üzleti segítőddel, a szerveződdel egyeztes időpontot, és feltétlenül a tervezést, a kivitelezést és az akciótervet hozzátok létre. Gondold végig, most, azonnal, és a vége ennek a webinárnak, akkor írd le a céljaidat. Ne halogasd. Tapasztalataim alapján azok az emberek, akik bekerülnek a goodbye zónába, és abba hagyják a házat építést, csak is kizárólag azért hagyják abba, mert nem voltak álmaik, céljaik, amiért érdemes tovább
dolgozni, és realizálni a sikert a Forever vállalatnál. Legyen álomfizeted, legyen álomvideód, legyen álomfalad, vedd magad körül a céljaiddal. Ismerj meg minél több terméket, ismerj meg minél több készítményt, ismerj meg minél több programot a Forever vállalatnál, használd a termékeket, beszélj róla. Vegyél részt minden oktatótréningen, online is. Kezdj el nagyban gondolkodni. A Forevernél, a hálózatépítésben nincsenek korlátok. Valóban határ a csillagoség. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit kérnék tőled. Ha már itt vagy nálunk a Foreverben, érezd jól magad. Legyen a tempód a te tempód, legyen a te álmod, amit te szeretnél, az nekünk fontos, a te álmod, a mi tervünk lesz.